Eső és hűvös időjárás jellemezte hazánkat júniusban és július első felében, ezért nehezen indult a szezon a magyarországi fürdőkben. A kedvezőtlen időjárást az utóbbi időben azonban felváltotta a tartós meleg, ami egyértelműen kedvez a fürdőknek, az üzemeltetők növekvő vendégforgalomról számoltak be. Jellemzően országosan az a helyzet, hogy július közepétől indult el gyakorlatilag a nyár, amikor a jó idő beköszöntött, és egészen most így augusztus közepéig tartott is. Az, hogy még mi lesz az augusztus második felében az időjárásnak az alakulása milyen lesz, ezt sajnos most megmondani nem tudjuk még, de azt meg tudom erősíteni, hogy egy gyenge kezdés után sokat erősödtek a magyar fürdők július hónapban, illetve augusztusban. Ha kedvezőtlen az időjárás a főszezonban, az az egész évben működő, több szolgáltatást nyújtó élményfürdőket is megviseli, de a kimondottan nyári strandoknál még jelentősebb problémákat okozhat. A nyári strandok esetében ez a három hónap, a június, július és az augusztus természetesen olyan szinten meghatározó, hogy egy rosszabb évben akár az is előfordulhat, hogy napokig, akár hetekig zárva is tudnak maradni ezek a fürdők, zárva kell tartani ezeket a fürdőket, az ilyen strandokat, mert csak veszteségeket halmoznak föl. És a gazdálkodás mennyire érinti az időjárás? Sajnos nagyon, hiszen ez az a három hónap, amikor gyakorlatilag azokat a bevételeket megtermelik a fürdők, amelyek a kicsiknek az életben maradásához, a nagyoknál pedig, a fürdőknél pedig a nyereségességhez szükségesek. A kedvezőtlen időjárást a nyíregyházi Aquarius élményfürdő is megérezte. Júniusban és júliusban itt is kisebb volt a vendégforgalom az átlagosnál. A szezon eleje az szerintem fürdő szempontból a tragédiával volt egyenértékű. Budapesti adatokat tudok mondani, ahol nyilatkozták ott az ottani fürdőképviselői, hogy mindegy 60%-kal esett vissza néhány fürdőjüknek a forgalma. Hála Istennek mi itt Nyíregyházán azért ekkora visszaesést ebben a júniusi és a július közepéig tartó nagyon-nagyon esős időszakban nem könyveltünk el, de való igaz, hogy egy olyan 10 000 fővel a bázis alatt fordultunk rá erre a viszonylag kellemesebb strandidőre, ami most már azt jelenti, hogy most már egy olyan 4 000 fő lemaradásnál járunk körülbelül a tavalyi bázishoz képest. Tehát való igaz, hogy az augusztus, a július második fele és az augusztus eddig azért beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Pondlovics Lajos hozzátette, folyamatosan figyelik az időjárás előrejelzéseket ők is, és reményeik szerint augusztus második felében is nőhet a vendégforgalom, a várhatóan kedvező időjárásnak köszönhetően.